ZITSZER! Aktualitások és mélyelemzések a 24.hu heti futball podcastjában. Kálnoki kis Attillával és Kele Jánossal. Sziasztok, Kele János ezúttal igazolta van távol, úgyhogy én köszöntelek benneteket, Peleg Dávid a szerkesztője. Itt van velünk Varga Samu, az Újpest FC vezető elemzője, vendégként. Szevasz Samu! Sziasztok! És Kálnoki kis Attilla a szokás szerint. Uh, mielőtt belemennénk a témánk taglalásába, ami a válogatottnak az elmúlt két meccse és a Nemzetek Ligája szereplése lesz. Előtte um, ugye történtek olyan dolgok most a hétvégi meccsen, amit nem szoktunk meg futballpályán, vagy nagy, szerencsére nagyon ritkán látunk és tapasztalunk ilyet, és szoktuk mondani azt, hogy a futball egy fontos dolog, de talán a Uh, egy olyan fontos dolog, ami nem a legfontosabb dolgok közé tartozik mégsem az életbe, ennél sokkal fontosabb az egészség, úgyhogy uh, innen is uh, köszöntjük Szalai Ádámot, és jó egészséget kívánunk neki. Um, Mielőtt belevágnánk a témánk taglalásába, előtte közérdekű információkat szeretnék mondani, olyan dolgokat, amik nektek is fontosak, meg nekünk is nagyon fontosak. Egyrészt az, hogy fizessetek elő a 24 extra -ra hogyha előfizettek, akkor egyrészt Attilától szuper nagy interjúkat tudtok olvasni. Például, hogyha egy kisebb, nagyobb, kisebb, nagyobb csomagra fizettek elő, akkor megkapjátok Kele János hírlevelét, ha pedig a csúf csomagra fizettek elő, akkor elsőségi és per vagy kedvezményes egy lehetőségetek is lesz a rendezvényeinkre. Ezzel kapcsolatban már fut egy promóciónk, ugyanis november 29-én a turbinába lesz az ittszer első önálló élő közönség találkozása és közönség találkozója és beszélgetése. Itt a vendégünk a Csepregi György, az óhálőven OH technikai igazgatója lesz, vele fog beszélgetni Janek és Attila, ezt követően pedig lehetőségetek lesz kötetlenül csevegni és sörözni velünk. Ez egy exkluzív találkozó lesz, ez nagyon fontos, szóval felvétel erről nem fog készülni. Úgyhogy, ha még nem tetted, nem tettétek, akkor váltsatok jegyet Mi marabb, ugyanis a jegyek rohamosan folynak, a férő hely pedig véges. Uh, ennyi uh, kezdés után, akkor vágjunk is bele igazából a lényegbe. A válogatottunk szereplése most elsősorban akkor az el első két meccset beszéljük meg, Um, ugye úgy mentünk el Hollandiába, hogy még volt reális esélyünk arra, hogy az első két hegyikén végezzünk. Azért ez az esély, hogyha józanul nézzük meg akkor. Én inkább, ő... inkább, bocsánat, ne kicsit meg. Szerintem reális esélyünk nem volt matematikai, matematikai esélyünk Viszont mindenképpen igen, volt így van. <laughs> azért így van. Én, én ezt a realitást kicsit hát reális, reál, Ez a matematika szintjén volt rá e, az esély. Uh, viszont igen, ez, hogyha őszinték akarunk lenni egymás közt, akkor ez fikarcnyi volt azért, hogyha egy valóság maradunk. Végül ugye ott ez a mérkőzés nagyon hamar zárójelbe került a mérkőzés elején történtek hatására következményképpen, viszont nem kezdtük rosszul. Úgyhogy igazából az első ilyen felvetésem az lenne, hogy a történtek fényében mennyire értékelhető egyébként ez a, ez a találkozó taktikailag? Én úgy gondolom, hogy értékelhető nyilván a, a történt eseményeknek a pszichológiai hatását, vagy a mentális oldalra gyakorolt hatását, azt innen nagyon-nagyon nehéz megítélni, hogy pontosan mit változtatott, miben változtatott, de ettől még taktikailag ugyanúgy egy értékelhető meccsről van szó. Például, hogyha az előző Hollandok elleni meccsel vetjük össze, ott azért nagyon szépen és egy kompakt védekezéssel le tudtuk zárni a hollandok laudobirtokló játékát, amiben nem volt túl sok rugalmasság, tehát viszonylag merevebb, klasszikusabb pozíciós játékot játszottak a hollandok. Na most ezzel szemben ezen a meccsen érezték ők is, hogy változtatniuk kell, és ezt meg is tették. Sokkal rugalmasabbak voltak az építkezésben, Timber pozíciója például kifejezetten sok problémát okozott a, a, mi jobb oldalunkon, hogy olyan köztes pozíciókat vett fel, ami például problémát okozott, hogy most csalai zárjon vissza rá, vagy Négó lépjen ki rá, illetve Frank De Jong játéka is kiemelendő, azt gondolom. szerintem ő okozta a legnagyobb problémát. Rengeteg, <laughs> Ebben, rengeteg a... olyan akció volt, amikor például a Barnomás mögött vette fel a labdát, de nem mindig ott helyezkedett, sokszor kilépkedett szélesebbre is, és igazából ez két olyan új elem volt mondjuk az előző hollandok elleni meccshez képest, amivel gyakorlatilag a hollandok hatékonyabban tudtak bontani minket, mint az első meccsen. Rákérdeznék erre a Frank idejon kérdés. Ugye az első meccsen, amikor ö... Amikor egy egyet játszottunk, ugye akkor akkor ő nem játszott még. A másodikon viszont játszott, amikor négy 0 lett a különbség, amit én is zárójelbe szeretnék tenni ezt a különbséget, mert ez szerintem nem feltétlenül a valós a két válogatott közti valós tudásbeli különbséget mutatja. Én azért ezt kicsit kevesebbnek gondolom négy gólnál a holland és a magyar válogató tudásbeli különbségét, de mindenképpen Frank De Jongnak azt a fajta mélységirányító irányító szerepét, amit ő, ő, játszik a holland válogatottban forgató mélységirányító szerepét, azt én, azt én rendkívül sokra tartom és nagyon kiemelem, és a kérdésem pedig arra vonatkozik, Samu, hogy a, a modern futballban, ebben a nagyon szűk területű játékban én azt láttam az utóbbi években, mint a felértékelődött volna ez a szerepkör. Tony Kroos a német válogatottban és a Real Madridban is ezt játszotta, egészen parádésan, Frank idején valami hasonlót játszik, ugye a válogatottban is, a Barcelonában is, és, és olyan, olyan magabiztos labda biztonsággal rendelkeznek, és olyan mélységi passzokkal, sorokat áttörő passzokat tudnak bemutatni, vagy, vagy alkalmazni, amivel igazából meg tudják bontani azt a szűk, kompakt védekezést, amit például a magyar válogatott is előszeretettel használ. Tehát ők, ők többnyire de idejünk is ahhoz van szokva, hogy ugye mi birtokoljuk a labdát itt is, ott is, mindenféle csapatban, ahol játszik. Ergo a támadó harmadban ott már nagyon nem lehet brillírozni, mélységből kell irányítani azokat a bemozgásokat, megjátszani azokat a bemozgó játékosokat, akik egyébként nyilván tudatosan bontanak bizonyos területeken, bizonyos oldalakon. Mennyire igaz ez, hogy fölértékelődött ezeknek a szerepe? Vagy igaz, amit mondok egyáltalán? Öm, Mert egyet, ez, ez egyet csak értem. az én meglátásom, hogy, hogy jelentős különbség volt a két holland válogatott között. Tehát nem tudom, ott Sávi ott Simonsnak kellett volna az első meccsen ugyanezt csinálni, ő nem biztos, hogy ez a típusú karakter, de ellenben Frank Idejon parádésan futballozott. Igen, nagyon sok múlik ezeken a játékos profilokon, hogy milyen típusú játékos tölt be egy adott pozíciót. Itt Frank idejön kapcsán azt emelném ki leginkább, hogy ő nem egy statikus hatos, tehát szereti sokat változtatni a helyét. Mindig olyan csapatokban volt hatékony, ahol ezt meg is tehette. Most ez a holland válogatottban is megvan engedve neki. Illetve az, hogy említetted a passzjátékot, hogy vonalakat tudnak átjátszani passzokkal. Én azt látom, hogy az is egyre inkább felértékelődik a, a futballban, hogyha egy középpályás viszont nem kizárólag passzokkal tud bontani, hanem megvan benne az a dinamika, az a mozgékonyság, hogy a labda vezetéssel, cselezéssel esetleg be tudjon törni olyan területekre, ahonnan utána majd nyilván tovább játsza a labdát. Vagy öröktől rögtön is tud teremteni. Igen, de nem ilyen klasszikus, statikus, hátulról elpasszolgatók típusú játékosok é a jövő az én véleményem szerint ezen a poszton, hanem azoké, akik egy kicsit komplexebbek, és az ilyen játékosoknak általában, akikben megvan ez a fajta dinamika, mozgékonyság, általában a Nyomástűrő képességük is jobb. Tehát, amikor letámadó ellenféllel találkoznak, vagy egy szűk területen megkapják a labdát, akkor még olyan helyzetekben is ki tudnak jönni a nyomásból, amikor mondjuk nem adott egy egyértelmű passz lehetőség. Például, hogyha most a nemzetközi futballról gondolkodunk, akkor például Modricot tudnám említeni, aki ennek a, az egyik legnagyobb mestere volt, hogy igazából, hogyha, illetve még mindig, hogyha olyan szituációban kap labdát, hogy éppen nem tud passzolni, akkor vezetéssel vagy cserezéssel is és ki és tud jönni a nyomásból, és ezáltal sokkal komplexebb módon tudja segíteni a csapatának a támadó játékát. Most Gravenberg is egy ilyen típusú játékos, nem aki nagyon nyomástűrő és nagyon jól forog ki ezekből a helyzetekből. Igen, és a holland válogatottban egyébként nyilván nem egy-két játékosról beszélhetünk, hanem gyakorlatilag azok a játékosok, akik a pály belső területein helyezkednek, azokra valamilyen szinten ez mind jellemző, és ezen a meccsen is kijött, hogy sokan helyezkedtek belül a vonalak között, és amikor problémáink voltak, akkor ott szűk területen is meg tudták találni ezeket a mélységi passzokat. Onnantól kezdve már nyilván az utolsó vonalunknak nem volt könnyű helyzete, hogy ezeket a gyors akciókat utána levédekezzük hátul. Nem csak a közép, vagy, hát nem csak a középpályán volt egyébként váltás az a mérkőzésen az első holland meccshez képest, hanem elől is, mert hogy az első meccsen még Zirze kezdett ellenünk, most meg Véghorst, tehát ők is egy teljesen eltérő profilt, profilti. Ezt hogy látjátok egyébként, hogy miért húzta meg ezt Kúman? Um, Wakehorst játékát én, én hatékonynak láttam. Ő is egyébként sokszor kimozgott akár szélesebb pozíciókba, hogy ne uh, Willi Orbán ellen kelljen a mélységi felpasszoknál uh, megtartani a labdát, hanem a két szélső belső védőnk felé többször mozgott, elsősorban a mi jobb oldalunkra, balog oldalára. Ő is azért Viszonylag hatékony volt ezen a meccsen, tehát meg tudott tartani labdákat, meg, meg tudták találni őt lapos felpasszokkal, nyilván neki ez a fő erőssége, és akkor tud hatékony lenni, hogyha körülötte meg olyan dinamikus játékosok játszanak, akik be tudnak indulgatni azokba a területekbe, amiket ő esetleg kiürít, vagy kihúz egy-egy belső védőt a helyéről. Én ezzel kapcsolatban azt, azt tartom a magyar válogatott szempontjából, elismerésnek, ezt kell, hogy mondjam, és ezt már az, az első német meccsen is éreztem, a második meccsen is egyértelműen, bár ott majd fogunk erről a mérkőzésről beszélni, hogy az mm. miért volt olyan, amilyen, hogy a világ top 10-be tartó csapatok felismerték azt, hogy a magyar válogatott ellen nem, nem lehet felkészületlenül jönni. Tehát én azt látom, hogy komoly komoly taktikai tervel érkeznek a támadó harmadban is, hogy hogy bontsák meg ezt a védekezést. Tehát Márko Rossi és az -e a csapata elérte azt, hogy, hogy, ezek a válogatottak készülnek, mert azt tapasztalták, hogy amelyik, amelyik menjünk föl, gyerekek, jobbak vagyunk, majd előbb-utóbb rugunk egy gólt, na az nem fog menni. És, és én a, a, az első holland és a második holland mérkőzés, illetve, e, oké, a Frank De Jong az közben elkezdett játszani, tehát őt vegyük ki ebből, de mondjuk a végkorszak, az ízcserében abszolút ezt látom, és a, abban is azt látom, hogy nagyon tudatosan telítették túl a támadó harmadban, vagy a mi védő harmadunkban a, a, a mi jobb oldalunkat, az ő baldalukat, és onnan forgattak át nagyon sokszor a mélységből érkező, túloldalon érkező e, e, szélsőkre, támadókra és ezt nem egyszer, még nem kétszer csinálták meg. És egy jó csapat meg, hogyha ha jól csinálja ezeket a dolgokat, vagy egy ilyen szintű csapat, akkor könnyedén ez lesz a, a vége, ha mi meg nem, áll, nem, nem vagyunk éppen 110%-osak. És hát azon az estén nyilván 15 perc után nem voltunk 110%-osak. De én szívesen beszélgetnék egyébként arról az első 10 percről is, uh -huh. amíg még nem ö, történt meg a dráma a mérkőzésen is ami aztán nyilván egy fordulat is tört, mert egészen addig, meg nagyon-nagyon jól működött az, amit Márko kitalált. Három komoly helyzetünk volt, abból azt gondolom, hogy egy egészen komoly zicser, egy kis zicser, ami aztán, aztán les volt nyilván, az, az amúgy se lett volna, góla berúgjuk. Tehát sikerült olyan helyzeteket kialakítani, ami jellemző a magyar válogatottra, hogy ebből a rendkívül kompakt védekezésből, középpályás labdaszerzésekből nagyon gyorsan tudja bontani az ellenfelet, utána átmeneteket nagyon gyors átmenetekkel tud helyzeteket kialakítani. Miért működött addig, és miért nem utána? Ennek pszichés okai vannak, vagy egyébként taktikailag is váltottak? Meg utána utána, vál utána vál volt is az a változás, hogy utána újraindult a játék, a hosszú megszakítás után is rögtön úgy kellett felállnunk, hogy kaptunk egy, egy gólt. Mondjuk ez igaz, igen, hogy a 0, -0 más helyzet, mint szinten szinten az 1-0. Igen. igen. az biztos, hogy más. Más szitu. Igen, egyetértek ezzel, de egyébként még azt mondom, hogy a meccsnek a hátralévő részében is egyébként voltak olyan kontráink, kontra lehetőségeink, amiből nekem az látszódott, hogy erre a korábbiaknál tudatosabban készülünk, illetve nagyobb hangsúlyt fektettünk erre. Ugye a válogatott fejlődés hívében volt olyan időszak, amikor nagyon előtérbe került a labdabirtokló játék, az, hogy hogyan próbálunk felállt védekezéseket megbontani. Nyilván ennek a csúcsidőszaka az nagyjából a, az EB selejtező sorozat volt, ahol gyengébb nem felekkel találkoztunk. Utána az EB-n, illetve most a Nemzetek Liga csoportban is egy kicsit sok szempontból úgymond visszább kellett vennünk, tehát megint rá Főleg a német pofon után. Megint ráfókuszálni, igen. Megpróbáltuk, hogy megy ez egy nagyobb csapat ellen. Hát nem ment. Igen, és én azt látom, hogy ennek a folyamatnak lehetett része az is, hogy a kontrajátékra egy kicsit nagyobb fókusz került, és most mindkét meccsen, tehát a hollandok ellen is, meg a németek ellen is kifejezetten jól tudtunk kontrázni tehát jól megtaláltuk Vargát a labdoszerzések után, ő nagyon aktívan kereste az ellenfél hatosa mögött a, a megjátszható passávot, és hogyha figyeltük, akkor folyamatosan 3-4 játékos az oldalán azonnal sprintben indult. Ugye Salaiban, akár Nagy Zsoltban meg is van az a sebesség, amihez kell. Nyilván Szoboszlai is ebben ugyanúgy erős. Úgyhogy ezekből a kontrákból egészen sokszor fel tudtunk érni az ellenfél kapujáig, lövésekkel fejeztünk be akciókat, úgyhogy ez nálam mindenképpen egy fejlődési pont most a mondjuk a pár hónappal ezelőtti csapathoz képest, ebben fejlődtünk. Az is érdekes, hogy mondtad, hogy az EB rejtező alatt sokszor kell egy gyengébb képességű válogatottakkal játszunk, akik általában felállt fallal álltak előttünk, és most meg ugye volt egy ilyen válogatott a csoportunkban, Bosznia, és a idegenbeli bosnyák meccsen meg azt láttuk, hogy igazából nem erőltettük azt, hogy mi mindenképpen nálunk legyen a labda, hanem odaadtuk a bosnyákoknak a labdát, úgyhogy talán ebbe is, ebbe is van változás ilyen téren, hogy nem mindig kell nekünk támadni. Igen, főleg olyankor, amikor láttuk azt, hogy a védekezésünk, az a nagyon stabil védekezésünk, ami évekig segített minket, az egy kicsit fellazult. Ilyenkor szerintem logikus az, hogy hogy a stáb jobban ráfókuszál megint az alapokra, és adott esetben egyszerűbb lehet egy olyan meccset lejátszani, ahol mondjuk a támadójátékunk egy részét feladjuk. Például, ha már említettük ezt, akkor például a hátulról történő labdakihozatalban például kevésbé voltunk sokszor kockázatvállalóbbak, most ez az egész sorozatra értendő, és ez adhat egy Kicsit nagyobb stabilitást, krízis helyzetben, vagy mondjuk rosszabb forma esetén. Most nem azt mondom, hogy krízis helyzetben voltunk, de mondjuk egy 5 0 -ás vereség után, amikor a következő Bosnyák meccset a Bosnyákok úgy kezdik, hogy a 30. másodpercben van egy gól helyzetük, akkor utána logikus lehet mondjuk a labda kihozatalt egy picit úgymond lejjebb tekerni és elfogadni, hogy igazából direktebb megoldásokat fogunk választani, cserébe azért, hogy egy picit a csapat az önbizalmát elkezdje a meccsen belül is felépíteni, meg nyilván ennek most volt egy, egy nagyobb egy ívű folyamata is, tehát hogy a selejtező sorozaton belül egy picit visszanyerjük az identitásunkat, vagy a, azt az erősségünket, ami miatt sikeresek tudtunk lenni évekig.

véghorszos gólörömről beszélni egyébként, csak viszont az érdekelne, hogy Attila neked legendásan kedvenced véghorszt, hogy megváltozott a véleményed róla, vagy mit gondolsz? Nehéz, nehéz. Mondjuk az, hogy legendásan kedvencem, az azért talán egy kicsikét túlzás, de, de értékelem, a, vagy ért, főleg értékeltem a, na, nem is tudom, ebén vagy vébén szúrtam ki magamnak. Na most nyárna vég... az ebén. De, de előtt. Vagy előtte a vébén? Már előtte a vébén, akkor volt az a szabadrugás trükkje a vébén, nem? Amit ő hozott oda, vagy, vagy, vagy az ebén volt, már nem emlékszem. Má, már véb, Vébén is játszott. El, a be, be. Ő rúgta be, igen, ő ő a sorfa a, mellett lelépett. Ezt a, figurát, és, igen, és igen. ő, mondta, hogy ez figyelj, ezt, ezt emlékszem annak idején, amikor beszélgetünk róla, és akkor ugye azóta elkezdtem figyelni, és szerintem kicsit alul értékelt ahhoz képest a Pali. Nyilván egy, egy nagy darab esetlennek tűnő ember, de hát ilyen volt nekünk is, vagy, vagy van nekünk is Szalai Ádám személyében, hogy egyik ország egyik fele szitta, másik fele meg szerette, a, a tudatosak tudatosak megértékelték azt, amit egyébként csapatkapitányként hoz és amit a pályán hozzátett a játékhoz, pláne a védekezés elér, elindításához, meg a, a, a mennyit verekedett ő még labdáért, mikor, miközben még 15-20 méterrel hátrébről indult a magyar csapat, mint, mint, a jelen pillanatban. Tehát lehet, ha most lenne Szalai Ádám a centerünk, kicsit könnyebb dolga lenne, mint mondjuk 5-6 évvel ezelőtt. Na mindegy, visszatérve vékorsra. Igen, ez, ez, nyilván egy érzékeny kérdés. Mondjuk, ha eddig nagyon szerettem maradjunk ebből, vagy, vagy kedveltem és figyeltem, akkor ez még egy 4-8 százalékot lejjebb ment, de többel nem. Tehát én, én azért azt, azt, meg tudom érteni, hogyha egy játékos abban a koncentráltsági állapotban, amikor egy 11-es be kell rúgni, megfeledkezik az egész külvilágról, meg abba, arról is, hogy ő abban pillanatnyilag milyen helyzetben van és megértem azokat is egyébként, akik emiatt tekészték, de ugyanakkor azért azt el kell mondani, hogy a fiatal ember rögtön a meccs után oda és elnézést kér, tehát ő, ő maga is belátta, hogy lehet, hogy talán egy kicsit csavart gólöröm az indokoltabb lett volna ebben a szituációban. Igen, szerintem is túlzók voltak azok a kritikák, amit hát de kapott egy közösségi egyébként. média végletek, tudod? Persze, hát, ö... érzelmek, indulatok, igen, arra igen. van. Itt az egy sportolóról van szó, aki, akinek az a feladata, hogy gólt lőjön, és ott volt egy szituáció, egy 0, -0 állásnál, amikor neki Burát kellett húzni a fejére, x, x perce át már a játék, folyamatosan, gondolom, ott már sejtették, hogy itt lesz varrozás, vagy 11-es, mert nyilván bemondták, meg meg mit tudom, ott már, már mit a pályán ott, ott esetleg. Ezt már... szerintem arról ott meg, megfeledkeztek egyébként, szerintem. Közben. Nyilván megfeledkeztek, de hát ott azért lehet, hogy volt valami, gyerekek nem volt kéz, vagy valami uh -huh. mondás, bár ez csak szintiszta találgatás részemről, mert engem mindenképpen meglepett, amikor egyszer csak kiszaladt a játékvezető, hogy Var és 11-es. Tehát azért Na, az... Olyan az... szélsőséges véleményekkel is találkoztam, hogy igazából neki, hogyha felrakart volna neki, akkor ki kellett volna hagynia ezt a 11-est. Ez Na, nyilván hát azért szélsőségesen az... sport és futball ellenes vélemény szerintem. A hát még sportol sporttól ellenes, neki, neki nem az a feladata, tehát. Abszolút. A, még szeretném, hogyha beszélgetnénk, ez a, ennek a meccsnek a kapcsán Nagy Zsoltról, és, és ott a, a, jobb oldal, ja, nekünk a bal oldalunkról, és a holland jobb oldalról, nem nézett ki ez a mérkőzés annyira jól Nagy Zsolt számára, ugye összehozott egy 11-est is, illetve voltak ott elcsúszásai is, többször, többször veszélyeztettek onnan a hollandok, Dan Fries is onnan lőtt, azról az oldalról lőtte a gólját, és ugye ez, ez, volt az ez a, ezen a meccsen se volt Kerkez, nem csatlakozott a válogatott keretéhez Kerkez, sérülésre, tércsérülésre hivatkozott. Ezzel kapcsolatban volt egy kis purpárli így a meccs előtt, Rossi nyilvánosan felszólalt ennek ügyén, hogy kerkeznek úgy látszik, hogy most fontosabb a klubcsapata, mint a, mint a válogatott. Most a németek elleni meccset is sajtótájékoztatón kicsit ezt már tompította, és, és visszakozott rossz, azt mondta, hogy igazából semmilyen konfliktus nincs. Emögött ő csak egy tény tett, de hogy a, kerkezmilos kerkez Milos egy nemzeti kincs, és továbbra is számítanak rá a nemzeti csapatba. Azzal kapcsolatban érdekelne a véleményet, hogy ti mennyire tartjátok szerencsésnek Rosszitól, amikor így kibeszél a nyilvánosságba egy egyes játékosokkal kapcsolatban. Én ezt annyira nem tartom szerencsésnek, mert szerintem egyrészt bontja a csapat kohéziót, fölöslegesen generál ezáltal a feszültséget. Egyrészt a csapaton belül is generálhat ezáltal a feszültséget, másrészt amúgy a, a nyilvánosságban is, és nekem sose szimpatikus az, amikor egy edző nyíltan így beszél a játékosról még akkor is, hogyha itt a kerkez is kommunikálhatott volna jobban, ez ügyben is, és abba igaza van Rosszinak, hogy felhívhatta volna, vagy nem a bornusznak az orvosától kellett volna azt megtudnia, hogy ő most nem tud csatlakozni a kerethez. Én a sikeres edzőknél, de talán mondhatom azt, hogy a sikeres vezetőknél ilyenkor mindig kicsit próbálom úgymond a logikát keresni abban, hogy hogyan gondolkodhatott, illetve hogyan gondolkodik a a kommunikációját illetően. Rossz esetében én azt látom, hogy ő mindig elég transzparens akar lenni. Tehát minden ilyen kérdésben, amikor egy kicsit is mondjuk akár valakik megkérdőjelezik az ő döntését, vagy ő úgy érzi, hogy meg kell indokolni egy döntést, ő azt a közvélemény számára meg is teszi. Ez nem csak olyankor egy előforduló dolog, amikor valamilyen konfliktus húzódik a háttérben, hanem olyankor is, amikor mondjuk a közvélemény egy fiatal játékost a keretbe követel, ő az gyakran nyilvánosan megválaszolja, hogy azt a játékost miért nem hívja meg, miben kell még fejlődnie. Én azt gondolom, hogy ezzel az a célja, hogy egy kicsit úgymond válaszoljon a nézőknek, szurkolóknak, és ezzel is egy kicsit, hogyha ha lehet így mondani, akkor úgymond elcsituljanak azok a hangok, amik adott esetben megkérdőjelezik őt. Én ezt látom az egyik okának. A másik pedig, hogy sok esetben én úgy gondolom, hogy a többi játékos felé is üzenete van ezeknek a, a nyilatkozatoknak. Például itt most ez nem pont Kerkez esete, de ugye téma volt az is, hogy több játékos az utóbbi időben visszamondott 21 es válogatott meghívót, azért, hogy a klubjában közben jobban tudja építeni magát. Ugye itt nem nevesített senkit, de azért elég határozottan e, kiállt, úgymond, vagy felszólalt ez ellen a jelenség ellen. Én azt gondolom, hogy ilyen esetekben is ennek lehet egy üzenete a többi játékos számára, tehát egy ilyen nyilatkozat után Szerintem a jövőben ezt kétszer meggondolja bármelyik játékos, hogy mondjuk az 21 es válogatott meghívó volt visszamondja-e, hogyha a szövetségi kapitány ilyen erőteljesen kiáll emellett. Úgyhogy én azt látom, hogy rossz ezekben a dolgokban eléggé próbál következetes lenni, és egyenesen sokszor néha szokatlanul nyíltan kommunikál, de én ezt látom, hogy, hogy ennek ilyen okai lehetnek. Nagyon-nagyon érdekes egyébként szerintem ez a, ez a szituáció. megpróbálom egy kicsit más oldalról megközelíteni. Márko Rosszinak szerintem Magyarországon rendkívül magas a hitele, úgy a közönség, úgy a, a magyar szakma, mint pedig a játékosok körében is. Ugyanakkor Márko Rosszi 2018, ugye azóta Igen. kapitány, tehát az elmúlt hat évben azért annyit változott ez a keret, hogy igazi sztárklubból annak idején nem volt neki játékosa. Tehát olyan játékosokkal dolgozott ő együtt, akik vagy mondjuk egészen jó csapatokban játszottak, László Gulácsi, Lipcse, stb de mégsem nevezhető, még csak Németországban sem nevezhető a Lipcse Star csapatnak, hiszen, hiszen nem az, majd esetleg lesz 5-10 év vagy még, még, még odaérnek egyszer-kétszer a BL elejére, akkor igen. De hát azért mondjuk a Bayern München, Dortmund sokkal, sokkal inkább sztárol csapatok Németországban is. De most már van. Most már van olyan játékos, és játékosok a keretben, akik egyébként Premier league érkeznek, ami aztán a futball csúcsa, top-top-top csúcsa, van Liverpool sztárigazolás, sztárjátékos, 70 millió igazolt játékos, és van egy olyan Kerkez Milos, akiről pillanatnyilag azért hasonszörű klubok, mint Liverpool, Manchester United beszélgetnek, hogy hát el kéne hozni egy nagyobb összegére ebből a Elég nagy van, hogy És, és, és van is esélye. És, és, ez, ez megint egy másik öltöző is szituációt eredményez, szerintem bár állítólag én sosem voltam öltözőben, vagy más öltözőben voltam, de, de bele tudom képzelni magam a helyzetbe, hogy azért az öltözői ö, kohézió, ö, a játékosok egymás közti megítélése és az edzőnek a, a, a mindenek felettisége egy picikét más pozícióra kerül. Én nem azt mondom, hogy elvesztette Rossi az öltözőt, egyáltalán nem, sőt, ennek a jelét sem látom. Viszont más erőterek alakulnak ki az öltözőben, amit ő valamilyen módon megpróbál kezelni. Szerintem ez a típusú kiszólás, ez egyértelműen ennek a jele, hogy húzott egy vonalat, hogy figyelj, barátom, nagyon tisztellek, nagyon becsüllek, nagyon örülök neki, hogy ilyen jól működsz a Bonusban, és hogy tárgyalsz az zacskóval, staneszlivel sok millió dollárról, meg euróról, vagy fontról, bocsánat, ma Angliában járunk, de azért ez itt a magyar válogatott. Itt mások a szabályok. A mi közösségünkben más a szabály. Például az a szabály, hogy nem üzengetsz az orvossal, hanem ha bajod van, fölhívsz és megbeszéled velem. És ezt el is tudom fogadni. Tehát valószínűleg ezt a Milos is úgy gondolja, hogy. Ez leh lehet, lehet, hogy egy kicsit eltottam, mert nekem kellett volna szólnom. Akkor rossz is felhívhatta volna a Milost, hogy figyelj, ezt nem. így kellett volna intézni. De az lehet, hogy megtörtént, nem tudjuk, hogy megtörtént, vagy nem történt meg, de más, más hogyha fölhívja és a háttérben lerendezi, és megint más, hogyha azt mondja, hogy gyerekek, húzunk már egy vonalat, és ezt tudja mindenki, országvilág, U21-esektől mindenki, hogy itt ez a vonal. Mindent meg lehet beszélni velem, de tessék pacekra idejönni, mert én egyébként üveg vagyok, átlátható, minden, teljes, minden, egyenesen kommunikálok mindenkivel, mert rossz tényleg ilyen, de ezt várom el tőled is. Ha már kommunikáció, egyébként ugye itt az élő példa a Gulácsi Péter személyében, Így van. aki gyakorlatilag többször döntött úgy ő maga, hogy kihagy válogatott edzőtáborokat, mégsem tapasztaltunk soha az ő irányába ilyenfajta kommunikációt rossz részéről, úgyhogy nyilván ők, ők maguk között ezt jobban meg tudták beszélni, most remélhetőleg a jövőben a kerkezzel is hasonló és, lesz. És milyen helyzet. hasonló a helyzet is, ugye, hogy, hogy Gula mögött is van egy olyan játékos Dibusz Dénes személyében, és kerkez mögött is van Nagy Zsolt személyében, aki, aki azt kell mondjam, hogy egészen parádésan, hát a Dibusz is, amit most művelt, az az ezen a két mérkőzésen le a kalappal a, a, a srác előtt. Tehát óriási, hogy, hogy milyen formát mutat és hogy hogy véd. Tehát tökéletes eh, megoldást ad a kapitánynak, A vagy B játékos adott poszton. Nyilván azért más az, amikor te hétről hétre Premier League-ben játszol, és hétről hétre az NBA-ben játszol. Tehát körülbelül ezt a különbséget tudom maximum, a angliai team vagy uh -huh. a német tím, Bundesliga tím javára mondani, és ennyivel gondolom nagyobb okkal megmagyarázhatónak azt, hogy egyébként ők az egyértelmű kezdők, hogyha mindenki egészséges uh -huh. és mindenki tökéletes. De hála Istennek mondom, hogy ha Kerkez Milos azt mondja, hogy jaj fáj a térdem, doktor úr mond már meg a kapitánynak, mert én nem merem, vagy nem tudom, nem tudom, mi volt itt a hátsó gondolat vagy hogy adjatok nekem igazolást, mert igazolással kell szaladgálni akkor van megoldás. Ez és meg... és ez, ez megint csak nagyon nagy dolognak tartom a magyar válogatott életében, hogy azért régen erre nem feltétlenül volt megoldó képlete a magyar válogatott. pláne nem bal köz... védőposzton vagy bal szárny védőposzton. Meg azt látjuk, hogy ez, ez a két poszt, ez pont így szerencsésen alakul -e ilyen szempontból, viszont egyébként meg igazából van egy kezdőnk, és és a padról meg teljesen más minőségű okay, játékosok hát vagyunk. Hollandia, és nem vagyunk. A többi De egyébként ez egy olyan konfliktus, ami vagy, vagy nem konfliktus, nem tudom, minek nevezzük, hogy ez, ez még elő fog jönni a jövőbe, így egy ilyen feszített uh, verseny naptár tekintve ez egyre többször elő fog kerülni, és oké, okay, hogy Rosszi azt mondja, hogy a Nemzetek Ligája egy nagyon fontos sorozat, is, aki ezt nem látja, az egy idióta, de hogyha most a játékos fejével gondolkozik az ember, hogy lehetőség, hétről hétre a Premier League-be játszol, életes szezonját futod eddig kb. Lehetőséged van egy szinten feljebb lépni, az mi kell, az kell, hogy egészséges legyél, és tudd ezt folytatni, hogy meg tud közni majd ezt a szerződést. És ráadásul ő ugye neki téli szünetese lesz, ő még decemberben is fog játszani, karácsonykor, meg új évkor, úgyhogy ez a másfél-két hét, ami ilyenkor van regenerációra, ez, ez nagyon sokat tud jelenteni, és Gurácsinak is nagyon jó volt az a két hét, amit ki tudott hagyni, és hogyha lesznek ilyen játékosok, akik top szinten, és minél több ilyen legyen, top klubban játszanak, és megmarad ez a terhelés, akkor ez egyre inkább elő fog jönni ezt, hogy el fognak maradozni, és azt fogják mondani, hogy hát sérült vagyok, vagy ennyien nyíltabban ki fogják mondani azt, hogy nem, én most erre nem tudok eljönni. Hát annak a lehetőségét ne vessük el, hogy tényleg fáj a lába Persze. a Én az Iriászepól játékos párti vagyok, tehát én hiszek abban, hogy ő azt mondja, hogy figyelj, nem vagyok egészséges, és szükségem lenne két hét kezelésre itt a Borztbusz orvosi stábjával, úgyhogy, mit tudom, én öt napot kezelnek, és utána. Tudok, be tudok állni az edzésbe, és föl tudok készülni a következő hétvégi bajnokira, akkor azt én el tudom fogadni. De azt, azt viszont én is kevésbé tudom elfogadni, hogy ezt nem pacekro mondja el a kapitánynak személyesen. Négy szem közt egy telefonbeszélgetésben. Szóval, abban so... abba szerintem, ha ez, ha ez tényleg így történt, abban én én hibáztatom kerkez milost, és ebből nyilván egy, egy húsz éves játékosnak tanulnia kell. Abszolút. Viszont, hogyha valóban kulcsfontosságok lettek volna ezek a mérkőzések, akkor szerintem beinjekciózák és megoldja ezt szóval, hogy ebbe biztos van ilyen fontossági szempont is, hogy most ez biztos, hogy kellene nekem, vagy sem van ez az Abszolút, persze. Um, ezt láttuk a németek elleni, vagy a magyar-németen most ugye, hogy, igen. hogy milyen fontos volt már nekik is ez az utolsó hatodik Igen. igen. Na, mielőtt rátérünk a németek elleni csak vízezzünk egyet. Uh, ezt most nem tudom a hallgatóknak, vagy nektek ez most mennyire segítség, de hogy általában úgy az szokott lenni, hogy valami aktualitásból indulok ki, hogyha ilyen irányba kezdtek el gondolkozni, az most nem fog rajtatok segíteni. Uh, első állításom az, VB, EB és BL győztes játékosnak is mondhatom magam. Igen. mondom, egyébként bármikor lehet tippelni, nincs kiesés. De nyugodtan lehet. Samu volt már itt. Tudom. Akkor nem kvíz, nem, akkor nem, meg nem, volt akkor nem akkor volt kivize... nem volt kvíz. Kivize... Nem volt Az EB alatt nem kvíz. Elcsúsztam az idősik. <laughs> szóval ez volt az első állítás. Mondom a másodikat. Um, válogatottól nemzetem szempontjából botrányos vb búcsúztam, tehát egy botrányos VB-n volt az utolsó válogatott meccse. Ezen a világbajnokságon óriási meglepetésre még a csoportkörön se jutottunk túl. És nem csak ezért volt botrányos ez a VB annak a válogatottnak. Elég komoly konfliktusok voltak. Ország, vagy valami? német játékos, spanyol játékos tudok ilyeneket mondani. Francia, német, spanyol, francia. Lehet, francia. Igen. Ez a három körül is, is nekem. Aha, aha. Igen. Jó. Mondom a harmadikat. Négy topligában is játszottam. Ebből háromban sikerült bajnoki címet vagy címeket szereznem. Az egyik volt csapatomban klubra, klubrekorder vagyok a góllövés tekintve. csatár. Az első, Ré, első, felét, első, felét, még egyszer ennek az állításnak. Négy topligában is játszottam, ebből háromban sikerült bajnoki címet, vagy címeket szereznem. Tehát volt olyan ország, ahol többszörös bajnok lett. Volt olyan, hogy csak egyszeres. Én tudom, hogy Trezegé. Thierry Henry. Thierry. Thierry, Henry. Igen. Én is franciába gondolkodtam. Thierry Henry. <gül> <gül> hát tulajdonképpen kortást mondtam, bőföltem be én is. Uh, Majdnem, igen, talán a Trezegé picit igen, volt. igen, picit kevesebb címe volt, bár nem talán ő is nyert. Szerintem én ugye, na mindegy, nincs meg, bluff volt. Na most azt én is tudom hirtelen megmondani, hogy Trezegé nyerte a Bélt. Anri uh, nyert, VB-t, t is, Bélt is, ugye Bélt a Barszával nyert, az Arzánál nem, nem sikerült. Gratulál! Gyönyörű. Gratula. gyönyörű. Uh, ugye az Arzánálba játszott a, játszott a, a Juventusba, még a Monakóba, meg a Barcelonába. És hát a 2010-es VB-ről volt szó, szóval, uh, elég nagy konfliktusok voltak a francia csapaton belül, és kiestek három mérkőzés követően, pedig nem volt valami erős csoportjuk, Uruguay, Mexikó és Dél-Afrika volt még akkor abban a csoportban. Um, még azt, az lett volna az utolsó két hogy annyira jól ment neki a kapura tüzelés, hogy kétszer is európai aranycipős lett, és hogy visszavonulása után bele kóstolt. Hát, volna nem. hát Attila Igen. talán kitalálta volna akkor, hogyha még ezt hozzáteszed. Igen, és után a, Amit mondtam, az már rögtön szoknába. hülyeségnek tűnt volna, vagy egyértelmű hülyeségnek tűnt volna. Manapság pedig tévés lehet vele találkozni. Onnan jutott eszembe, hogy a hétvégén sétáltam este Budapesten, és láttam egy falra ki volt rak hogy eltűnt. Azt hiszem, találkoztál vele. Nem, sajnos Valamelyik nem. Bonkocsmán. Nagyon jó lett volna, <laughs> nagyon adtam volna, sajnos nem. Eltűnt egy cica a Rádai utcába, itt Budapesten, és a leírás mellett ott volt, hogy a cicát Titinek hívják, és egy kandúr, úgyhogy egyrészt remélem, hogy meg lesz a cica, másrészt nagyon És remélem, neked hogy erről a Thierry Henry. Thierry Henry -től. de eszembe, hogy nagyon remélem azt, azt hogy Thierry Henryról nevezték el azt a cicát. Na, a Németország elleni mérkőzés egy-egy lett a végén, végül a srácok azt mondták, hogy megérdemelt volt ez a döntetlen, akár még nyerhettünk is volna. Egyébként, hogyha a helyzeteket nézzünk, akkor ez egy, ez egy e, reális kép. Ugye Attila, te már említetted, hogy kinek mennyire volt fontos ez a mérkőzés, mi azért azt láttuk, hogy mi felpakoltuk a, a fényest, azért a Nágez... Mi más tudtunk. Mert mi más körben. tudtunk volna, egyrészt másrészt. Nágez vannál, ez, ez nem volt látható. Ő, ő teljes más, szinte teljesen más csapat talált ki, mint ahogy kiállt Düsseldorf-vel ellenünk még a német válogatott szeptemberben. Uh, utolsó fél órára jött a Havertz Musiala Virc hármas. Uh, viszont azt is egyébként szerintem elég jól uh, menedzseltük. Ti, ti hogy, hogy láttátok? Hát itt a kezdőcsapatunkra, vagy a fényes csapatunkra vonatkozólag igazából mi gyakorlatilag mindig azt rakjuk ki. Tehát az végigkövethető volt az utóbbi években, hogy nekünk igazából még a, a barátságos meccsek is valójában mindig a felkészülést szolgálják, tehát olyankor próbáljuk gyakorolni De azt ez a, a játékot. Ez az egyik amit erényünk, nem? Folyamatosan hogy látni akarunk, igen. Másrészt pedig. Szóval játszott együtt ez a 14-5-6 ember? Igen, másrészt Igen. pedig a, abból a szempontból is ez egy érthető döntés a szövetségkapitánytól, hogy nyilván ilyenkor valamennyire minden eredmény számít. Tehát most hiába volt a tegnapi meccs is valamilyen szinten tét nélküli, de azért teljesen más hangulatban megyünk most el a szünetre, mint hogyha esetleg most ez is egy nagyobb vereséggel zárult volna. És a csapat önbizalma szempontjából, vagy egyáltalán szurkolói hangulat szempontjából is ez azt gondolom, hogy fontos volt, hogy helyt tudjunk állni. Amit egyébként nagyon szépen megtettünk az első félidőben. Aztán a cserék után ott volt egy, egy rövidebb időszak, amikor azért voltak kisebb- nagyobb problémáink, de igazából összességében nézve nem nagyon engedtünk nagy helyzeteket a németeknek, cserébe viszont az említett kontráinkból viszont ott voltunk a kapujk előtt többször, úgyhogy szerintem ez a tegnapi, ez egy, ez egy nagyon jó teljesítmény volt összességében, még akkor is, hogyha lehet arról vitatkozni, hogy a németek mennyire pörögtek maximumon. A... <laughs> a múlt héten a heti helyzetben téma volt ez, és hát, hogy mi lesz ezen a két mérkőzésen, és akkor voltam olyan bátor, hogy azt mondtam, hogy hát igen, a papírforma nyilván az nulla pontot ígér, de én azért nagyon remélek egyet, lehet, hogy kettőt, kis szerencsével akár az egyik mérkőzést meg is nyerhetjük. Hát tulajdonképpen egy, egy pontot be is húztunk ebből, tehát én, én megnyugodtam, és, és erre kaptam azt a választágaik kis András, hogy jó, jó, de hát ez a német C volt. És akkor én azt írtam, hogy de lehet azért, hogy ne túlozzunk Andris, mert hát ez mondjuk maximum az 1,6-1,7 C volt a németeknél, még a kettőt sem érte el, mert azért itt voltak alapjátékosok, de az kétségtelen tény, hogy hogy nem a, a fényessel, hogy így fogom, szó, fényessel, fényessel állt fel a német válogatott. De, de én, én, én egyébként nagyon nagyra tartom azt, hogy ez a mai magyar válogatott Hollandia és Németország ellen is tudott pontot szerezni egy ilyen sorozat alatt. Tehát ezt azért rögzítsük. Ez a két válogatott a világ legjobbjai között van számon tartva, mi nem tartozunk közéjük. Ez a két válogatott olyan játékosokat tud betenni, aki a gólt hogy hívják, hogy hívják, segíts nekem. Necsef. ez, a Dortmundi, igen, ez a Dortmundi srác, 24 éves, azt hiszem ez volt a harmadik válogatottsága. Iszonyatosan jó, jól jó játszott. Iszonyatosan jó játszott ez a gyerek. Tehát ez, ez olyan, olyanokat tudnak előhúzni ezek az országok a, a olyan játékosokat, akiket így betesznek, és aztán úgy focizik, mint ez a srác. Én nem akarok nagy szavakat használni, de szerintem a mezőny, mezőny, egyik legjobbja volt, ha nem a legjobbja. Mi nem tudunk nyilván ilyet, ugye erről beszélgettünk, hogy nekünk mindig az, az, az a 15-16 ember ott kell legyen, egészséges kell legyen, játszon kell, játszani kell a csapatába, mert ha nem, nagyságrendekkel vagyunk gyengébek. És mi így értük el ezt az eredményt, így dolgoztunk ki a németek ellen is igen komoly helyzeteket, így volt szükségük bravúra, kapus bravúra, hogy elkerüljék a gólt ilyen szempontból én egyébként maximálisan elégedett vagyok ezzel a Nemzetek Ligája produkcióval, meg ezzel a két mérkőzéssel is, figyelembe véve, hogy számszerűségében túlzónak tartom, mondom még egyszer ezt a hollandok ellen 4 0 -t. Ennek a Nemzetek Ligás az érde, egyik érdekessége mindenképpen az volt, hogy az addig stabil alapember Nagy Ádám kiszorult a csapatból, és most egyre inkább azt látjuk, hogy a Séfer András melletti pozíciót azt Niki Csér Tamással képzeli el Rossi. Uh, ti hogy látjátok, hogy mi lehet a magyar válogatott jövője ezen a belső középpályás poszton? Jelenleg az, az látszik, hogy a séfernek a helye biztos. Ő, ugye egy olyan játékos, aki elől is, hátul is uh, jól használható, egy box-to-box -box középpályás. Uh, most ugye kicsit formahajlatlás van az Unión Berlinből is, kicsit kiszorult, de egyébként. A, abban a, abba a pozícióban ő a legmagasabban jegyzett játékosunk, ott a belső-középpályás posztokon, és most egy teljesen más profilú játékost hozott mellé Rosszi, mint, mint akik eddig játszottak ott benti. Hogy látjátok ezt? Én úgy érzem, hogy ez a változtatás is valamilyen szinten egy válaszlépés volt, tehát hogy a csapat veszített a stabilitásából egyrészt másrészt olyan ellenfelekkel találkoztunk, akik ellen, ha mondjuk az arányokat meg kéne fogalmazni, akkor mondjuk alsó hangon 70%-ban védekezünk, és kb. 30%-ban támadunk. Hát ezt Rossi is kiemelte, ugye, hogy nem Ferőer és Lichtenstein ellen nem futbolozik Igen. most már a magyar válogatott, nem Németország és Hollandia, tehát azért ez egy más, más szint, más Igen. kávéház. Igen, ilyen szempontból mindig a Nemzetek Ligája, főleg hogyha bemaradunk az A akkor a Nemzetek Ligája csoport úgymond a az a szintér, ahol a legerősebb ellenfelekkel találkozunk, de a lényeg, hogy az ilyen csapatok ellen, ahol ilyen nagy arányban kell védekeznünk, Nikicser egy tökéletes választás, mert jól szerel, tud labdákat szerezni, nagyon nagy futómennyisége, munkabírása van, nagy területet tud levédekezni, van benne annyi dinamika párharcokban is, hogy ha odaér, akkor abból viszonylag nagy eséllyel labdaszerzés is lesz. A labdás játéka azért egy kicsit limitáltabb, vagy úgymond egyszerűbb. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az ilyen ellenfelek ellen ő, ő most teljesített úgy, hogy bent fog maradni a csapatban még egy ideig. Az biztos, hogy, hogy nem lesz kérdés az, hogy, hogy vele futunk neki ezeknek a meccseknek. Számomra akkor lehet inkább ok további változtatásra, vagy további gondolkodásra, hogyha elkezdünk megint mondjuk egy selejtező csoportban kicsi gyengébb ellenfelekkel találkozni. Ilyen esetben például kíváncsi vagyok arra, hogy esetleg Nagy Ádám visszakerül -e az ő helyére bizonyos meccsen, vagy nyilván most van egy-két olyan fiatal játékos, aki vagy már keretben van, mint például Katamisi, aki most egészen jól szállt be a tegnapi meccsen egy fél órát kapott, és régóta nem került pályára, de ahhoz képest most én azt gondolom, hogy jól teljesített. Ugye azt hiszem, majdnem eltelt egy év, hogy ő ott volt mindig a keretben, Igen. de nem lépett pályára, ami ugye nem volt egy jó üzenet, főleg úgy, hogy az úgymond egy hiányposztunk, illetve egy olyan poszt volt, ahol látszott, hogy úgymond van esély pályára kerülni. Ez mégiscsak most történt meg, illetve érdekes lesz az is, hogy olyan fiatal játékosok, akik esetleg még a keretben sincsenek, azok esetleg tavaszra hogyan tudnak addig fejlődni, mert azért ilyen életkorban még 19-20 éves fiatal magyaroknál fél év alatt eltehet annyi idő, hogy akár egy másik szituáció lehet már tavasszal az adott játékos formáját, vagy akár a képességeit illetően is. És hát tavasszal vár ránk két meccs majd márciusban, a Nemzetek Ligája osztályozó, most második, harmadik helyen végeztünk a csoportban, ezért egy B divízióból érkező másodikkal fogunk játszani az A ligában maradásért. Azt még nem tudjuk egyelőre, hogy ki lesz az ellenfelünk, ez majd pénteken fog kiderülni, viszont azt tudjuk, hogy kikből fog kikerülni, Ausztria, Ukrajna, Görögország vagy Törökország ellen játszhatunk majd, és azt is tudjuk, hogy idegenbe fogjuk kezdeni majd ezt a párharcot. Uh, ti így kit kívánnátok ebből a négyesből? Egyik se tűnik uh, egyszerűnek. Én most így nem, semmilyen szakmai szemmel nézve ezt, uh, vagy hogy kinek a játék stílusa a legjobban hozzánk. Én én azért szeretném Ausztriát, mert hogy a következő válogatott meccsünk az az ezredik lesz, és az első is Ausztriában volt, úgyhogy nekem ilyen romantikus szempontjaim vannak. Na, én pont nem szeretném Ausztriát. <laughs> Én ezt az osztrák válogatottat, ha elsimítják a háttérben dúló belharcot, szövetségi belharcot, mert hiszen pillanatnyilag dúl az osztrák szövetségen belül egy némi kis erőfitoktatás, sportigazgató, nem tudom, minek hívják azt a posztot, ahol most itt takarítanak éppen, ami mellett meg, aki mellett meg kiállt a szövetségkapitány kapitány és a, az egész csapat, akkor én ezt az osztrák válogatottat egy, egy, egy nagyon, nagyon jó csapatnak tartom rá, de és olyan csapatnak, akinek a stílusa nem nagyon feküdne nekünk, szerintem zárójelbe bezárva, de ezt lehet, hogy majd Samu cáfolja vagy erősíti. Nekem, ha, ha választanom kellene, akkor, akkor, akkor Ugye ez, mindegyiket megvertük az utolsó meccsen, ha jól tudom, vagy a egymás elleni utolsó mérkőzésen az összeset megvertük, ha jól emlékszem. Ukrajnál vagy győztünk ellenük. Elég nem játszott nem. Igen, de én a egyébként megvertük tavaly, viszont az még egy másik török válogatott volt. Kétségtelen. Igen. Tehát minden, minden változik, és mindenki változik, és hogy jövő tavasszal játszunk, ugye? Igen, hogy van. akkor mi lesz, az megint egy másik kérdés, hány egészséges játékos. Tehát most ebben ebben jósolni. Az biztos, hogy, hogy a magyar válogatott van azon a szinten, hogy bármelyiknek ilyen komoly ellenállást kell tanúsítani, meg erőket kell mozgosítani, hogy minket le tudjon győzni egy oda visszavágos meccsen. Uh -huh. De ugyanez igaz ránk is velük szemben. Uh... Miért lezárnánk az adást, mert hogy sajnos a végére értünk, még a rózsaszín farokra gyorsan egy fél percet szakítsunk. Hí, elfelejtettem gondolkozni rózsaszín Na, Na, akkor most még annyi, annyi lesz, amíg Samu meg én elmondjuk a sajátunkat. Samu, te mit a hoztál? rózsaszín farkot? Na, akkor kezdem én, megpróbálom farkot, akkor hosszabb, hogy legyen időt gondolkodni. Nekem Fiola Attila játéka volt az, ami nyilván újpestiként ez, ez különösen kedves de úgy gondolom, hogy egy nagyon jó példa lehet minden magyar játékos számára az, ahogyan ő olyankor is, amikor esetleg egy kicsit már kezdik leírni, vagy amikor mondjuk hosszú sérülések után kell ennyi idősen újra formába lendülnie, akkor is milyen színvonalon tud ilyen tempójú meccsekben úgy játszani, hogy gyakorlatilag elképesztően stabil a védekezés az oldalán, és egyszerűen főleg annak tükrében, amikor látja az ember őt nap mint nap, hogy milyen profizmussal készül, és hogy gyakorlatilag minden egyes edzésen azt látja tőle az ember, amit utána 60 ezer ember előtt egy holland válogatott ellen. Ő, ő már a 35 éves játékosok profizmussával egy, készül, mert tudja, hogy mennyit kell beletenni. Igen, de én, én, azt érzem, hogy a, valahogyan az ő habitusa, vagy az a, az a fókuszáltsága, ami tényleg a hétfői edzéstől kezdve egészen a bajnoki meccsig, és az említett teltházas puskás játszott meccsekig, egyszerűen annyira fókuszált, és ez valahol egy számomra egy nagyon szép történet, ilyen szempontból az ő pályafutása, mert itt tényleg azt látjuk, hogy egy játékos minden tőle telhető, tehát a saját maga maximumát, azt abszolút kihozta magából, és azt gondolom, hogy sportolóknak ez kell, hogy legyen a cél így az egész karrierüket illetően. Én azt csak annyit tudnék hozzá, hogy több fiú alatt illet. Én uh, szamarinót hoztam az én rúzim farkamként. Megnyerték most a D-divízióba, igen, csoportgyőztesek lettek. Először rúgtak történetükbe három gólt, két mérkőzést is megnyertek. Úgyhogy ha sok uh, probléma is van mondjuk a Nemzetek Ligájával, vagy hogy mennyire telíti ezt a ez, ez a sorozat a versenynap, tehát azért az mindenképpen egy pozitív hozadéka ennek a sorozatnak, hogy ezek a kis válogatottak is tudnak sikereket elérni. Uh, Ilyen világra szóló sikereket is, mint amit most San Marino elért. Na, én akkor viszont visszacsatolnék egy 5 perccel ezelőtt és én fiatal embert mondanám, és, és azért mondanám őt e, Rózsaszínfarokként, mert, mert úgy játszik ezen a szinten, ahogy, ahogy szép-nagyon szépen beszéltél róla, és úgy illeszkedik bele ebbe a magyar válogatottba, német-holland e, csapatok ellen, hogy közben hétről hétre bucira verik őt, és ugye ilyenkor általában egy sportolói lélektan az nem az önbizalomtól teli állapotot mutatja. Tehát amikor, nem is tudom, hetedik, nyolcadik, kilencedik verességüket, most már zsinórban? Sokadik. Nagyon sokadik, tehát alig-alig szereztek pontot. Ú, így, így bejönni egy válogatottba és teljesen más szinten teljesíteni egy más csapatban szerintem nagyon-nagyon nagy fegyvertény, vagy tovább emeli azt a, azt a tettet, amit ő, ő végrehajtott az elmúlt időszakban a magyar válogatottban. És további ilyen jó mérkőzéseket kívánunk neki, meg a magyar válogatottnak is jó szereplés, majd a vb selejtezőkbe és ezen a Nemzetek Ligája osztályozón is. Köszönjük szépen, hogy hallgattatok be és néztetek minket ezen a héten is. Samu, köszönjük, köszönjük szépen a vendégeskedésed, Attila neked, mint mindig, és Jövő héten a szokott időbe fog érkezni az ittszer hétfőn, de ne legyetek restek duplázni, mert jövő hét pénteken az első élő közösség találkozót és beszélgetést fogjuk megtartani az ittszer történetében, ahogy ezt az adás elején is említettem. Csepregi Györgyel fog beszélgetni majd Attila és Janek, ott utána pedig kötetlenül tudtok vagy velünk sorozni a turbinában. Fél hétkor kezdődik majd a, a móka, uh, hattól lehet érkezni, a jegyek elérhetőségét pedig majd betesszük a leírásba, és a 24 Így Az előfizetést, tón... előfizetést, hiszen ha nagy csomagra elő, akkor Viszont, nagy elő, akkor, akkor, először értesülsz ezekről. Szóval ennyi volt a mókamára, zárul az Itt mókatára. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.